1945-ben az évszázadok óta annyira várt földreformmal Magyarországon 650 ezer család kapott földet. A demokratikus falusi szövetkezeti mozgalom kibontakozásával történelmi fordulat következett be a magyar mezőgazdaságban. Uralkodóvá lettek a szocialista termelési viszonyok. Gyökeresen megváltozott a parasztság élete, gondolkodása. 1961-ben befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Megalakultak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarországon. A II. Világháború előtti Magyarország mezőgazdaságát a feudális birtokviszonyok, a gazdag földbirtokosok a túlnyomó részt kézi munkaerőre és igaerőre alapozott, alacsony színvonalú termelés. A szegény parasztság a 3 millió koldus embertelen kizsákmányolása jellemezte. Az azóta történt változások több évtized következetes munkájának eredményei. A mezőgazdaság szövetkezetesítése Magyarországon is sok gonddal járt. A bekövetkezett történelmi jelentőségű változásokban a parasztság szorgalmán, a munkásosztály sokrétű támogatásán kívül a leglényegesebb a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957-ben kialakított és azóta rugalmasan alkalmazott agrár- és szövetkezet politikája volt, amely segített megoldani a szövetkezetesítés során felmerülő nehézségeket. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarország összes szántó területének 81%-án gazdálkodnak. A termelőszövetkezeti tagok száma 918 ezer. A termelőszövetkezetek száma 1981-ben 1350 volt, átlagos területük pedig 4200 hektár. A termelőszövetkezeteken kívül a szántóterület 15%-án 130 állami gazdaság működik, egyenként átlagosan 7000 hektáron. A szövetkezetek tagjai hozzáértéssel és egyre korszerűbb gépekkel, módszerekkel gazdálkodnak. Ennek eredménye az, hogy a magyar mezőgazdaságban állandósult a búza 45 mázsás és a kukorica 50 mázsás hektáronkénti átlagtermése. Sőt, az egy lakosra jutó kukoricatermelésben Magyarország a világ legjobb 3 állama között van. A magyar mezőgazdasági termelőszövetkezetek nagyüzemi közös és tagjaik háztáji gazdaságai együttesen adják az ország mezőgazdasági termelésének több mint 75%-át. Ugyanakkor a mezőgazdasági exportból is 70%-kal részesednek. Ezek is tanúsítják, hogy a termelőszövetkezetek Magyarországon szerves részei a népgazdaságnak. A magyar mezőgazdaság ma kétszer többet termel, mint a háború előtt. És a termelés növekedésének háromnegyede azóta következett be, amióta túlsúlyba jutottak a mezőgazdaságban a termelőszövetkezetek. A mezőgazdasági termelés társadalmi összetétele ma is sokrétű. Alapvető szerkezeti formái a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok, a szakszövetkezetek és a háztáji és kisegítő gazdaságok. Itt termelik meg a világhírű makói hagyma mellett a szegedi és a kalocsai fűszerpaprikát is, amely már eljut az Amerikai Egyesült Államokba, sőt Japánba is. Ahogyan növekszik a korszerű nagyüzemi szőlőültetvények területe a szövetkezetekben, úgy csökken a tagok hagyományos telepítésű szőlője. Megterem itt a tüzes, zamatos egri, tokai, villányi, szekszárdi bor, amit a világ sok országában ismernek, szeretnek. A nehéz fizikai munkát könnyítő vegyszerek és gépek ma már a háztáji szőlőkben is általánosan elterjedtek. A termelőszövetkezetekben 500 ezer termelőszövetkezeti tag és 120 ezer alkalmazott dolgozik napjainkban. A termelőszövetkezetekben dolgozók az összes magyar aktív keresőknek csak 12%-át teszik ki. Thank you.
A munkák zömét napjainkban a gépek végzik a földeken, a gyümölcsösökben. A II. Világháború előtt Magyarországon a lakosság 60%-a kereste meg a kenyerét a mezőgazdaságban. A számítások szerint néhány éven belül az aktív keresőknek csak 10%-a dolgozik majd a termelőszövetkezetekben. Jellemző az is, hogy a termelőszövetkezetek több mint 900 000 tagja közül a fele már nyugdíjas. Nagy vívmány, hogy a TSZ-ekben dolgozó férfiak 60, a nők pedig 55 éves korukban mehetnek nyugdíjba, mint általában Magyarországon. A szövetkezeti parasztok havonta nyugdíjat kapnak, és megtarthatják a korábbi fél hektárnyi háztáji földjüket is. Termelőszövetkezeti tag háztáji gazdasága maximálisan fél hektár, amit minden rendszeresen dolgozó TSZ tag megkap. Egyre többen telepítenek gyümölcsöst, elsősorban almást, de rohamosan növekszik a fólia alatti korai zöldségféléket és virágot termelők száma. A háztáiból származó bevétel nem csak a tagság életnívóját emeli, hanem az itt termelt zöldségre, gyümölcsre, tejre, szarvasmarhára, sertésre, baromfira és egyéb termékekre az országnak is nagy szüksége van. Hangsúlyoznunk kell, hogy a szocialista nagyüzemi szövetkezetek nélkül nincs és nem is lehet háztáji gazdálkodás és kistermelés. Magyarországon a társadalom valamennyi fontosabb rétege kisebb-nagyobb mértékben részt vesz a háztáji termelésben. Az adatok szerint a mezőgazdasági kistermeléssel foglalkozók túlnyomó többsége nem mezőgazdasági foglalkozású és nem paraszt családhoz tartozik. Számuk meghaladja az 1 milliót. A szövetkezetekben a növénytermesztéssel egyenlő értékű a nagyüzemi állattenyésztés és tartás, melynek hozamai európai szintűek és a magyar mezőgazdasági export meghatározó részét jelentik. Különösen sok hízómarhát és pecsenyebárányt szállítanak külföldre a termelőszövetkezetek. Az utóbbi években meghonosodott a nagyüzemi nyúltartás, innen látják el tenyészállatokkal a háztáji nyúltartókat is. Az egylakosra jutó baromfi és sertéshús termelésben Magyarország a világranglista élén áll. Figyelmet érdemel, hogy a szövetkezetek sokoldalú támogatásával
A tagok régi és újonnan épült ház körüli oljaiban, istállóiban termelik meg az országban előállított nyúl, baromfi és sertés több mint a felét, egyre korszerűbb módszerekkel. Növekszik a termelőszövetkezetek élelmiszerfeldolgozó tevékenysége. A szövetkezetek körzetük lakosságát egyre több helyen látják el feldolgozott termékeikkel, sőt már több termelőszövetkezetben mélyhűtött árukat is készítenek, és exportra is szállítanak maguk termelte és palackozta bort. Napjaink korszerűen gazdálkodó termelőszövetkezeteihez szervesen hozzátartoznak a kiegészítő tevékenységek. Ezek fejlesztése alapvető népgazdasági és termelőszövetkezeti érdek. Többek között lehetővé teszi a TS-ekben dolgozók egész éves folyamatos foglalkoztatását, ugyanakkor növelhető vele a szövetkezetek eredménye. Nagy előnye a szövetkezetek kiegészítő tevékenységének, hogy így módon helyben találnak elfoglaltságot a TS-ek tagjai. Thank you.
Magyarország az egyetlen ország, ahol a három szövetkezeti ágazat, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, valamint ipari szövetkezetek működésének alapelveit közös törvény szabályozza, mely szerint a mezőgazdasági termelőszövetkezetek a tagok személyes és vagyoni közreműködésével vállalati gazdálkodást folytató társas nagyüzemek, amelyekben a közös gazdaságokkal szerves egységben működnek a háztáji gazdaságok. Az állam elismeri a szövetkezeteket, a szövetkezés szabadságát, melynek munkája a tagok önkéntes elhatározásán alapszik. A magyar szövetkezetek tagjai a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének. A Magyarországi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek 5 évenként tartják kongresszusukat. A termelőszövetkezetek gazdasági és társadalmi célokat szolgálnak. Működésük kiemelkedően fontos elve a szövetkezeti önkormányzat, a szövetkezeti demokrácia. A szövetkezeten belül az egyenlő jogú tagok közösen irányítják kollektív tulajdonosként a közös tevékenységet és vezetőiket maguk közül választják titkosan. Csaknem 100 000 szövetkezeti tag tölt be különböző tisztségeket a szövetkezetekben tagtársaik bizalmából. A termelés korszerűsítése ellenére is a termelés legfontosabb tényezője továbbra is az ember. A szövetkezeti parasztok állampolgári jogon jogosultak ingyenes orvosi ellátásra, fizetett szabadságra, nyugdíjra. Intézményesen és szervezetten tanulhatnak, üdülhetnek, képességeiknek megfelelően minden tisztséget betölthetnek. Közös gazdaságukban a maguk hasznára, a közös javára munkálkodnak. A munkanélküliség, a kizsákmányolás, a létbizonytalanság ismeretlen fogalom Magyarországon. A termelőszövetkezeti parasztok mindenben egyenjogú tagjai a társadalomnak, és élnek is a lehetőséggel.